Sziasztok, Júlia a üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban elemezni fogjuk az új kiegészítőnek az előzetesét, illetve, kérdezzetek, én még nem is láttam, ugyanis, hát, nem is tudom, valahogy lemaradtam róla, hogy mikor jött ki ez a, a videó. Tegnap láttam már, hogy kint van, de előtte nem nagyon valamiért lemaradtam róla, úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit később fogjuk ezt megnézni, de nem baj, meg fogom nézni. Először megnézzük, aztán utána majd elemezni is fogjuk ezt a kiegészítőt, hogy mit lesznek benne. Úgyhogy most erre számítsatok, a kicsit betegnek tűnök, az azért van, mert még mindig beteg vagyok. Ez kihat még a továbbiakban arra, hogy valószínűleg nem nagyon lesz videó. De a jövő hétre mindenképpen szeretném összeszedni magam, és belehúzni a dolgba, ugyanis Tudom, hogy nektek szünet lesz, illetve azoknak, akik suliba járnak, úgyhogy mindenképpen szeretnék arra a hétre valami nagyon klassz dolgot összehozni, úgyhogy megyünk is bele ebbe a videóba, és nézzük meg, hogy milyen lett ez az előzetes, és mik vannak benne. <ako> Be this whoops, you're lost nobody like steal this clock. secret sauce Cause I'm the real macro, <laughs> i <back>. kid Magic, <laughs> fat lips mac in are all talk <laughs>

kell mondjam nektek, hogy ilyenkor olyan gyorsan és olyan sok minden történik az előzetesben, hogy én fel sem fogtam. Azt láttam, hogy vannak robotok, aminek nagyon örülök, azt már nagyon régóta vártam, amikor lesznek már robotok a játékban. Úgyhogy most nézzük, hogy egy kicsit lassabban, kockánként, hogy pontosan mik is lesznek ebben az új kiegészítőben. Ez volt az első kocka, amit láttunk, és hát ebben szerintem az történik, hogy lerajzolják ez az ember, két, aki itt áll. tehát lehet modellt állni majd a festéshez. Hmm. Ez, ez nagyon jó pofa. Nagyon-nagyon tetszik. És uh, nem is tudom, ez nekem egy új városnak tűnik. Szóval, valószínűleg lesz benne egy. Nyilván lesz egy új város, mert ugye az előző korábbiakban úgy volt, persze most nem tudom, mert nem néztem még utána, és nem is olvastam utána, de úgy volt, hogy el lehetett utazni majd a harmadik részben a Sims 3 úgy volt, hogy el lehetett utazni egy másik városba, és akkor ugye ott tudtál tanulni, úgyhogy valószínűleg ez is így fog zajlani, ugyanúgy, mint például a amikor nyaralni mész tehát valószínűleg a nyaralós városokhoz fogják ezt talán berakni, én így gondolom, de nem biztos, én csak ezt gondolom, hogy valószínűleg ezt így fogják megadni, vagy akár az is lehet, hogy teljesen új várost kapunk, bár én azt nem hiszem. De ha ti tudjátok, akkor írjátok meg kommentben, mert lehet, hogy ti már tájékozottabbak vagytok a kapcsolatban, mint én. Itt uh, van egy ilyen cicás tetoválás nekem, az gyanús, hogy ez is újdonság. Más érdekességet annyira nem látok. Lehet, hogy a hajuk vagy bármi ruhájuk talán új, de annyira gyorsan, hát ebből a képből nem nagyon sokat lehet megmondani, úgyhogy menjünk is tovább és nézzük meg. Hát ha focizik ez a csajsi úgyhogy Ez benne foci. Foci még nem volt. Ugye van kosár, kosarazni tudunk, és valójában a csapat sportokból szerintem ennyi, amit tudunk csinálni. Úgyhogy valószínűleg most már focizni is fogunk tudni. Nagyon jó. Illetve fogunk tudni biciklizni is. Nagyon tetszik. Valószínűleg akkor ebben a városban biciklivel fogunk tudni közlekedni. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon szöki nagyon ez a bicikli. És ez a bicikli sapkával, hát ez nagyon-nagyon ez tetszik. Kabala állatkák viadalát láthatjuk jelenleg. Az egyik egy sárkány, a másik meg valami rákszerű élőlény, úgyhogy valószínűleg akkor lesznek ilyen vagy házak, vagy csapatok egymás ellen harcolhatnak. Hmm, érdekes, hogy ennek lesz valami jelentősége, hogy esetleg pontokban is látjuk majd, hogy ki hogy áll éppen, nem tudom, de jó pofa. És azt látom, hogy itt van egy új haj, egy ilyen kis két kétszofos, nagyon tetszik. Nagyon jól néz ki, nagyon jó ez a hajacska. És uh, hát a ruházatok is az, az itt mind azt hiszem új. Úgyhogy uh, hát kapni fogunk ilyen házakhoz passzintható ruhákat, és akkor gondolom ez lesz az a zöld ház, ez meg a piros ház. Hogy <laughs> nem tudom, de ott van még a pollójukon is rajta ez a, az állatka. Illetve a cipője is új neki, legalábbis biztos hogy benne, hogy nagyon nem vagyok benne biztos, de szerintem ez a cipő is új itt, ami rajta van, és talán ez ugyanaz csak pirosban. Azért amellett sem menjünk el, hogy ennek a lányzónak is egy teljesen új haja van, egy hosszú, göndörszerű hajat kapunk, nekem tetszik, és azért tetszik, mert eddig, hogyha göndör haj volt, akkor nagyon ilyen pufos volt, úgyhogy örülök, hogy végre egy kicsit ilyen normálisabb hajat is kapunk göndörből. Illetve hogy a felsője is új, és az alsó rész is új. Úgyhogy hát ő akkor ez a zöld. Meglátjuk, hogy milyen színekben lesz még elérhető. Ez lesz az egyik egyetem, tehát valószínűleg legtöbb is lesz. Meglátjuk, hogy ennek milyen jelentősége lesz. És valószínűleg ez a másik. Tehát akkor kettő egyetem lesz, és akkor gondolom választani, hogy melyikhez akarunk csatlakozni. Áj, ez, ez miért a ha hait? Mi? Mi ez a rettenetesen hosszú haj? Ilyen még nem is volt a játékban ilyen hosszú haj. És ráadásul göndör. Ok. Jó, nekem megvan a kedvenc hajam, úgy látszik. Mindenképpen, hogyha ki fogom próbálni, természetesen ki próbálni ezt a kiegészítőt, természetesen egy új sorozat keretein belül fogom kipróbálni ezt a kiegészítőt. Ezt a hajat fogom használni, az már biztos, ez az valami eszméletlen. Meg szeretném nézni, szemben, szembe ez, hogy mutatva rá lehetőség. Vagy ezt most csak hátulról kapjuk meg, ezt a hajat? Ó, itt van még egy új haj. Ez. Ezt volt benne, azt hiszem, a borítókében. És ugye a ruhája is új. Nagyon-nagyon mm, jó ez a haj is. Itt van a másik csapatnak, ugye a ruházata, és a háttérben is komolyan, ez is új haj szerint. Talán nem vagyok benne most ezt azért biztos, mert ilyen két oldalra mm, tofos volt, mert de szerintem ez is új haj. Sőt, ez is új haj. Lehet, hogy ez egy olyan kiegészítő lesz, amivel rengeteg sok hajat kapunk. Ez a ruházat is egy új ruha, és szerintem ez is új ruha lesz talán, de nem, nem vagyok biztos. Hát ez már biztos, hogy új ruha, itt a szénén. Úgyhogy talán még az az óra is új. Azt hiszem, hogy ez egy tartalmas kiegészítő lesz, azt már így látjuk. És akkor itt van a másik egyetem, tehát akkor mindenképpen kettő egyetemünk lesz, és akkor lehet köztük majd gondolom választani. Ó, most nézem, hogy mit irányít a kislány itt a háttérben. Igen, valószínűleg ez a haj, ez ugye új lesz, mint láthatjátok. Nekem ez nem, nem ismerős eddigiekből, bár sose tudom megmondani, mert van, hogy nem itt eszembe olyan hajam, ami már benne van a játékban. de én szerintem ez a haj nincs benne, és drónt irányít, nagyon tetszik. És akkor itt egy kicsit belemegyünk abba, hogy mit lehet csinálni az egyetemen. Úgy látszik, többféle dolgot tudnak csinálni. Ez valószínűleg, hát gondolom én, hogy ezek ilyen bolygók akarnak lenni, úgyhogy asztronómiával foglalkozik. Ö, ott hátul fogalmam sincs, hogy mit csinál, viszont robotot épít, amit nagyon vártam, már ugyanis a harmadik részben imádtam, amikor robotokat lehetett építeni, az, az nagyon-nagyon jó pofa dolog volt, úgyhogy hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy a robot nem csak ilyen formában fog működni, hanem rendesen lehet majd őt alkalmazni akár, mint a robot segét vagy barátnak, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy milyen lesz. Itt láthatunk még egy szimet, akin egy új szoknya van, és szerintem ez a cipő is új, egy ilyen bakancs, imádom, nagyon tetszik. Az ilyenek nekem kifejezetten tetszik, én nagyon szeretem az ilyen bakancsokat, és nagyon szeretem az ilyen szoknyás bakancsos kombót, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. A pulcsia is szerintem új, mert a jelzés az nem ismerős. A hajában nem vagyok biztos. Volt már elég sok ilyen hajunk, nem tudom, hogy ez most új vagy sem, viszont az ő haja biztos, hogy új. Igen, ez a haj az új. Ó, és megmozdult a robot. A robot ezt tud mozogni, nagyszerű. Hát ő pontosan nem tudom, hogy mit csinál. Valami alaplapot hegeszt, úgyhogy ő valószínűleg számítás technikával foglalkozik. Tehát valószínűleg lesznek ilyen különböző ágak, hogy mivel lehet foglalkozni. Nagyon tetszik! Ó, de kár, hogy ez még nincs benne a játékban, mert tudjátok, hogy most építem meg a Sportot, és hát most lesznek ilyen, ilyen kollégiumba való, illetve akár suliban is szoktak lenni ilyen WC-k, amik így el vannak egymástól szeparálva, illetve ó, de kár, hogy nem most jelenik még meg, mert még csak november valamennyediken, 15-én fog megjelenni, és hát én már egészen előre vagyok az építéssel, úgyhogy valószínűleg vasárnap későn az a videó, úgyhogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez most nem fog tudni megjelenni, és nem fogom tudni ezt belerakni. De ugye ez a felső is újra rajta. Ó, nagyon jó, nagyon jó ez a, a WC. Nagyon tetszik, és így össze lehet őket pakolászni. Egészen különleges ruházata van ennek a lánynak és a szemüvege is az, és ez a haj se ismerős nekem. Sőt, biztos, hogy benne hogy ez egy új haj, ezt még nem láttuk. Nagyszerű. Nagyon-nagyon sok új haj. Hát ezt se tudom számolni hirtelen, hogy hány új hajat láttam eddig. Majd, hogyha a ti össze tudjátok számolni, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. És egy bárban vagyunk jelenleg, ahol ugye a pingpong az új dolog, és abból van ez a sörös verzió is, amikor dobálnak a sörbe, de az majd később lesz, azt már láthattuk. Hát, hogy ez a ruha, ez mihez fog kelleni, vagy miért van rajta, nem tudom, majd kiderül, viszont ez a bárpult, ez új, azt már látom. És ez a dolog, ez itt micsoda? Érdekes. Valami zene lejátszó dolog volt amúgy. Lesz egy ilyen laptop, amin vannak ilyen matricák, nagyon-nagyon tetszik. És. Uh, talán nem is tudom más újdonságot, talán az asztal még új. Annyira nem látok most. Vagy lehet, hogy csak elkerül a szemem. Na nézzük tovább. Lesz, hát gondolom, bulikhoz egy ilyen uh, ivós dolog. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hangulata lesz utána a szimnek, miután ezt uh, így kipróbálja. Illetve, hogyha jól látom, itt a háttérben új ágyak vannak. Illetve, amit még látok és újdonság a képen, az ez a tetoválás itt. Úgyhogy tetoválásokat is fogunk kapni. És ez a nadrág is újnak tűnik, és nagyon-nagyon jól néz ki. Na, ezt a nadrágot nagyon-nagyon várom, mert ez nagyon hasonló ahhoz, amit. Uh, én szoktam használni custom content és azért örülnék neki, hogyha lenne egy nem custom contentes is. Nagyon-nagyon tetszik ez a nadrág, nagyon jól néz ki. Itt láthatunk egy elég nőies szobát, nekem amúgy nagyon tetszik. Nagyon sok baba rózsaszínnel, és unikornissal, és szivárványal, és van itt még egy flamingos poszter is a háttérben, illetve vannak ilyen kis, hát gondolom házi zászlók. Hmm, hogy ez a új-e, abban nem vagyok biztos, de szerintem igen, mert hát legalábbis ezek a kis kaktuszok nagyon nem ismerősek. És talán az az ágy is új, és ez itt, hogy micsoda? Ez mi lehet? Szerintetek ez mi lehet? Itt, amit mutat a lányzó. Itt valami régészeti dolog van, itt van egy térkép, itt van uh, két ügynöknek látszó akár szím, és uh, itt meg valaki mászik fel. Itt meg valami kimutatások láthatóak. Mint hogyha csak régészetről lenne talán szó. És lehet, hogy ők ellopták ezt a műkincset. Nem, nem is tudom, amúgy fogalmam sincs, hogy ez mi lehet, de nagyon kíváncsi vagyok. Ó, és akkor itt be lehet majd menni a fürdőbe. Guhúzni uh, gondolom, de ez... Ez milyen fürdő? Na jó, ez is kéne nekem most pont a Roxford építéshez. Na mindegy, hát lehet, hogyha megjelenik ez a kiegészítő, akkor max újraépítem ezeket a részeket. Ilyen, itt, ilyen a fürdő, ahova behúzza. Nagyon-nagyon tetszik. És jön be a kabala, hogy csak a fejem van rajta. Én nagyon-nagyon figyeltem, de ez a hosszú haj, ez még mindig csak hátulról lett megmutatva, most úgyhogy Sims ez, ez, ez tud valamit, hogy nem mutatja meg, hogy azért kíváncsiak legyünk, hogy milyen ez a haj itt. Vagy legalábbis eddig nem mutatta meg, majd figyelni fogok azért, hogy nincsen olyan kép, ahol a szemből látszik. Op, 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 már, merjünk csak! Volt, volt egy fél másodperc. Ott van. Ott van. Az a haj. Nagyon-nagyon mm, kíváncsi leszek, mert hát most még csak mindig oldalról látjuk. Nagyon tetszik ez is, meg ez a haj is nagyon tetszik. Meg mondjuk ez is nagyon jól néz ki. Hmm. Szerintem ez a főbevalósulja úgy. WC papír gurigával lehet dobálózni. Szobrokat lehet vele gondolom feldészíteni. Kíváncsiak, hogy mit lehet még akár épületeket is. Hmm, érdekes. És akkor ugye lesznek ezek a ruházatok, ami akkor van, hogyha elvégezted ugye az iskolát, itt gondolom a buliznak, itt van ez a sör pingpongos dolog, aminek magyarul nem is tudom hirtelen, hogy mi a neve, de ezt láthatjuk itt hátul, és itt van egy új ruha ezen a lányon. És gyorsan átnézem, hogy van valami, valami új ruha. Hmm, talán nincs. De persze, hogy lehet még, csak nem veszem észre. Ó, itt van a robot! Itt van a robot! De jó! Akkor a robottal... A robot az fog tudni mozogni, működni, stb. Nagyon kíváncsi vagyok is, hogy milyen robotokat lehet még ezen kívül építeni, nyilván nem csak egy ilyet. Oké, tehát ennyit tudunk róla, november 15-én fog megjelenni, igen, én is így emlékeztem, úgyhogy hú, nagyon-nagyon várom már, és azért sajnálom, hogy nem fogom tudni most belerakni a Roxford építésbe, de hát meglehetjük, hogy addigra sikerül e összehozom az első részt a storyból, ugyanis most csak azért akadtam fent, mert ugye elkezdtem építeni a Roxfortot, mert ugye rájöttem, hogy ez nekem kéne hozzá, és elég sok időt elemészt az építgetés, úgyhogy emiatt csúszik az egész. Ha készen van a Roxfort, akkor valószínűleg el is kezdem az első részt. Azt hiszem, hogy más nagyon nem kell hozzá, még kell hozzá a pályaudvar, kellene valami vonatszerű dolog. A, a Roxford, és az első részhez körülbelül ennyi szükséges. Illetve az a helyzet, hogy még a mági minisztérium is fog kelleni, viszont abból csak egy szoba talán, úgyhogy ezt nem fogom megépíteni, csak azt az egy darab szobát, ami szükségem van szerintem azt így fogom megoldani egyelőre, aztán meglátjuk, hogy a későbbiekben szükség lesz arra, hogy megépítsem a mági ügyi minisztériumot, illetve, hogy esetleg van -e olyan, aki már megépítette korábban, és akkor nem kell nekem megépíteni, hanem azt tudom használni, viszont ennek a videónak itt is lenne a vége. Köszönöm, hogy megnéztétek, és remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek, amit csinálok, akkor ne felejtsétek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!